A szakképzési törvény változása a Neratovicei téri magánszak középiskolát is érintette. Náluk magyar tannyelvű gyakorlati képzési központ működött, a diákok itt végezték a gyakorlatot. A központ megszűnése miatt a szaktantermek a jövőben az iskola szerves részeként működnek. Augusztus 15-éig kellett a fenntartónak arról döntenie, hogy hogyan alakulnak át ez a része az oktatásnak, és a törvény lehetővé tette a szakképzési műhelyek kialakítását oly módon, hogy ezek tulajdonképpen az iskolába épültek, az osztályok mellé úgymond szervezeti egységként és szakképzési műhelyként funkcionálnak tovább. Itt végzik a diákok a szakképzést, a szakmai gyakorlatot, mégpedig a vendéglátós diákjaink, tehát a szakács, pincér, cukrász, cukrász-szakács diákjaink, tanulmányi szakok közül a közétkeztetés, illetve a hotelakadémia, vendéglátóipar és idegenforgalom. Az idegenforgalmasok közül a idegenforgalmi szolgáltatások tartoznak ide, szolgáltatások közül a fodrászok, illetve a hajkozmetikusok végzik még ezekben a műhelyekben a szakképzésüket. A cukrász és fodrász műhelyt, valamint a gasztronómiai szaktantermet a magyarországi Bethlen Gábor alaptól elnyert pályázati pénzből sikerült új berendezésekkel is felszerelni. Zajlik a munka az építészeti szakközépiskola szaktantermeiben. A középiskola egyes szakjai iránt nincs érdeklődés, a legtöbb diák most vízvezetékszerelőnek és asztalosnak tanul. Az alacsony diák létszám miatt nem küzdenek szakoktatók hiányával. A képzett szakoktatók az alacsony bérezés miatt azonban kerülik az oktatásügyet. Iskolánkban jelen pillanatban a szakoktatók száma megfelel, azért is, mert sajnos a szakmáink iránt nagyon alacsony az érdeklődés. Például a kőműves szakma, ács szakma, a bádogos, a lakatos, a padlóburkoló sajnos szintén hiányszakmáknak számítanak, mert a magánvállalkozók keresnék a végzős diákokat, nem jelentkeznek, nincs érdeklődés. Logikus, hogyha jelentkezés lenne, akkor ezekből a szakmákból újból mi is keresnénk szakoktatókat, és akkor lehet, hogy problémánk lenne, hogy találjunk megfelelő végzettségű szakoktatót. A szakoktatóknak sajnos jelen pillanatban az előírások alapján elég magas végzettséggel kell, hogy rendelkezzenek. Egy jó szakember nem biztos, hogy hajlandó elmenni, és egy ilyen főiskolai végzettséget is elvégezni, ami például ebben az esetben egy pedagógiai minimum. A szakoktatók fizetése a végzettségből is kifolyólag sajnos alacsonyabb. Éppen ezért inkább választ gondolom a szakterületeket, a szakmájukat, ahol sokkal többet tudnak, mint magánvállalkozók megkeresni. Az Oktatási Minisztérium a problémát béremeléssel szeretné orvosolni. Januártól a pedagógusok, a szakoktatók és a tudományos munkatársak bére 10%-kal emelkedik. Ugyanilyen emeléssel számolhatnak 2020. januárjában is.